Na és ugye, ahogy említettem, ugye most fogom magamat és szépen váltok Vilmosra, ugyanis most megnyitottuk neki az utat, tehát van lehetőség arra, hogy végre tovább haladjon ő is. És ugye megyünk a rendkívüli módon megalázott Tyrantnek a holteste felé, jó? Következő rész... a mostani rész számításaim szerint az utolsó lesz, remélem valóban így fog sikerülni, jó? Nem szeretném túl sokáig húzni az időt, közben ettől egyébként megszabadulok, hogy ne legyen nálam, oké, tökéletes. Csak azért egy kicsit gyorsabban fussak. Most ugye ki tudok menni ezen az ajtón, most már végre, szerencsére, ugyanis leengedtem a vizet, innentől kezdve pedig ugye tudok haladni kényelmesen. Na most itt lesz egy ilyen jó kis békaszörny, akit mindenki nagyon-nagyon szeret, mert rohadtul gyors, hosszú a nyelve és ugyanakkora életcsíkja van, mint a kurva huntereknek, szóval... Ja, azonnal futás a végére, jó, és akkor teljesen biztonságban vagyunk, oké? Okay, ez volna az egésznek a lényege, hogy futunk, oké? Okay, nem kell vele foglalkozni, nem is fogunk találkozni velük a későbbiekben. Ja, sárgál lőszerem meg egy deka sincsen, szóval... Ja, ez így boldogság. Na most ide majd később úgyis vissza fogok jönni. Szóval most bemegyek itt, egyrészt, és akkor lemegyek Rebekával is. Majd mindjárt. Billytől még mielőtt még hülyeségeket csinálna, szépen elveszem a shotgunt, jó? Tehát továbbra sem szeretem egyébként, hogyha ilyenek vannak. És akkor váltunk Rebekára, tökéletes. Vele pedig akkor, hogy van egy helyem, akkor most lemegyek a lépcsőn. Úgy, né, és itt találkoztunk is ugye Vilmosunkkal. Na most itt föl kell jutnom, ugye? Valami van ott. Na most ez a két rohadék, ez nagyon kellemetlen lenne, ha nem tudnék idejönni. Valamiért a lépcsők azok továbbra is tabuk nekik, szóval innentől kezdve teljes mértékben faszák vagyunk. Mindenképpen le kell tisztítani itt az utat, ugyanis erre fel még fogunk jönni. Tökéletes, köszönjük szépen. Na most. Nem grúpoltam, szóval ott hagytam Billit, mint a muszáj volna. Ja, mindegy, leggyorsabb módszer, ugye, hogy utána megyünk, tehát nem kell nekem is még egyszer. És akkor most újra grúpolunk. Ugye megvan az aksi, megvan az aksi folyadék. Tehát innentől kezdve ugye tovább tudunk haladni kényelmesen. Most fogunk menni a targoncához, amit már említettem korábban. Tökéletes, van is egy jó kis aksink. Szóval ugye, merre fele volt az útvonalunk, ugye erre keresztül, itt ugye kinyitottam mindent az égvilágon, itt át. Az a baj, hogy nagyon erengés egyébként, ugye random number generator, tehát ugye véletlenszerűnek hat, az a rész, hogy mi az Isten történik itt. Most itt még jó vagyok, most szépen fogom magamat, fölmegyek arra, mert volt ugye a kerekes puzzle, és szépen megbrizgálom a targoncát. Flutyk, tapicsk, azaz. Szó szerint belegben gázolunk, meg egyebekben, vagy nem tudom igazából, hogy milyen bérrendszere van a piócáknak, fogalmam sincsen, nagyon régen tanultam biológiát, szóval... De ja, ez ilyen tapicskos volt nagyon. Gyerünk. Itt már szerencsére olyan túl sok pucolnivalóm nincsen, szóval nem is foglalkozom vele különösebben. Hamarosan majd lesznek megint zombik, de még nem. Még nem. Szóval akkor először is fogom magamat, és Rebekával szépen betömöm ide ezt a... ...baterit. Úgyni. Viszont még nem emelem föl. Jó? Oké. No! Nem. Mert közben én fogom magamat, és szépen így Willivel fölmászok ide. Mondom, fölmászok oda, azaz. Rebeka meg ott maradt, és akkor most megnyomja szépen a gombot. Willi pedig föl tud menni, elvileg van neki még egy helye, ha igaz. Nem, mert egy barom vagyok. Oké, akkor vissza. Exchange. Akkor elkérek tőle. Mindegy, hogy mit igazából, csak legyen nálam, jó? És akkor még egyszer fussunk neki ennek a dolognak. Na, az a kártya nekem kell.
Meg is van, köszönöm szépen, tökéletes. Akkor most pedig ugyanarra vissza igazából, amerre jöttem. Jó, na most ez a kártya, ez egyetlen egy helyen használatos összességében, semmi több. Itt pedig azonnal futi. Azaz, tovább mentünk. Na most itt következő folyosó után szinte biztos, hogy lesz egy béka, jó? Tehát szinte biztos, nem kell tőle megijedni, el tudunk futni tőle. Jó, tehát ugye itt beszéltem, ugye itt, ahogy lejövünk, most visszajövünk ugye ebbe a terembe, ahol volt a szennyvíz meg a többi cucc, visszamegyünk ugyanazon az ajtón, ahol korábban voltunk. Méghozzá egy jó nagy fordulásra, mert mindjárt megtámadnak minket. És nem, ezért mondom, hogy tök véletlenszerű igazából, tehát simán lehet, hogy itt kiugrik egy béka, simán lehet, hogy a korábbi hosszú hídon kiugrik egy béka, szóval erre figyelni kell. Most pedig akkor menjünk vissza szépen oda lefele. Gyere Billy, jó? Billynek továbbra sem kell fegyvert adni egyébként, jó? Tehát ő tökéletesen jó így ebben a formájában, ahogy van. Abszolút jó, abszolút tökéletesen jó. Itt nincsen semmi és senki, szóval jók vagyunk. Következő terem. Na, itt viszont lesznek zombik, jó? Tehát erre figyelni kell, hogy itt lesznek zombik. Nem is egy és nem is kettő. Oké, úgyhogy szólunk Billynek, hogy álljál már meg. Azaz. Ő igazából még izének sem jó, Csalinak sem jó, szóval nem is foglalkozunk vele, hanem elfutunk szépen ide, és... Gyorsan. Hú, de gyorsak vagytok! Azt a rohadt, de gyorsak. Jó. Miért emlékeztem arra, hogy három van itt? Nem három van itt. Na mindegy. Szóval akkor váltunk Billyre, ugye? Kettő ok miatt. Egyrészt lesz itt shotgun lőszer, amit szintén ő fog tudni felszedni. Ami neki nagyon jó dolog. Nem. Tudom, hogy nagyon szépen működik. Édesanyám, hogy tényleg mindent meg kell nézni. Mindent meg kell... De nincsen helyem, gyerekek? Hogy nincsen helyem? Értem. Akkor mindjárt csinálunk. Először is elhasználom a kártyát. Ottni. Ez az egyetlen hely, ahol kell a kártya. Szóval innentől kezdve te... Mi az, hogy nem kell? Ott állok előtte, banyek, tehát... Itt se jó. Na akkor forduljunk hát, ha ott... Tudom, hogy zárva van, azért akarok a kurva sarokba fordulni. Oké, na végre, na végre. Annyira milliméterre kicentiszték a hitboxokat mindenben, hogy az valami félelmetes egyébként. Ennél a játéknál ettől hülyét kapok. Ez így van, kukázzuk, és akkor most felszedjük szépen ezt a jó kis shotgun lőszert. Rebekát azt egyenlőre itt hagyom. Jó, tehát jelenleg még különösebben nem érdekel, hogy mit csinál, mindenki fine-ban van. Élettöltő van kettő darab összességében, ami nem túl sok, nem is kevés. Gránátvető nálam van, a nálam van ilyen jó kis cucc. Jó, jelenleg úgy néz ki, hogy remekül állok, szóval akkor most a következőt meg fogom csinálni. Rebekát itt hagyom a francba. Én fogom magamat, és szépen azon az ajtón keresztül, ha igaz és nem cseszem el, azon az ajtón keresztül szépen fogom magamat, és visszamegyek a mentési szobába, úgyhogy a következő rész... Az már nagyon a végjáték, és nagyon-nagyon rohadék, és nagyon-nagyon utálom, jó? Nagyon-nagyon-nagyon utálom. Úgyhogy most akkor irány lefelé. Megint csak futunk keresztül, mint a kötelező volna, ugye? Azaz. Tökéletes. Erről van szó. Hú. Azaz, ugye itt nincsen senki, szóval liftezünk egyet. Ezért mondtam, hogy mindenképpen figyelni kell arra, hogy milyen sorrendben jöttök. Simán lehet egyébként Rebekával összegyűjteni itt a dolgokat, és akkor fölmenni vele. Szar ügy, mert akkor fönt van a lift, és körbe kell menni, ami rohadtul fájdalmas, jó? Nem akarunk ilyesmit. És akkor itt kifele. Hú, gyerünk. Ugye vissza kell mennem egészen addig abba a szobába, ahol ugye... Ja, talán ahol az előző előtti mentésem volt. Ez volt a hosszú híd, amiről beszéltem, hogy itt is simán lehet egyébként, hogy kívülik egy ilyen békavarangyizé, vagy nem tudom mi arra, de írosebb az, de kurvára nem kell nekünk, jó? Tehát nem akarunk vele barátkozni, nem akarunk tőle semmit az égvilágon, úgyhogy örülök neki, hogy most nem jött.
Nagyon sok ilyen véletlenszerű dolog van egyébként ebben a játékban, meglepő, tehát a legtöbb Resident Evil az relatív azért fix síkon megy, főleg, hogyha mondjuk egy hard módot toltok, mint ahogy most éppen én tolom, az azt jelenti, hogy nehezebb minden, de kiszámíthatóbb, mert mindig a lehető legagresszívebben viselkedik mindenki jó, tehát ez egy ilyen alap egyébként az összes játéknál, kivéve valamiért ennél. A Resident Evil Nemesis is egyébként bármennyire véletlenszerűnek tűnt, amit csinál, a Nemesisünk ugye az utcán, még ott is ki lehetett számítani egyébként, hogyha ide, egy idő után ki lehetett tapasztalni, hogyha ide megyek, akkor ott fog felbukkanni, és többi, és többi. Tehát azért ott is vége volt ennek a véletlenszerűségnek egy idő után, itt valamiért nem. Na mindegy, szóval a következő alkalomra készülvén én most szépen mentek egy egészségeset. Na, akkor viszont erre már nincs is szükségem, szóval kikukázom szépen, ez így van, köszönöm, és visszaveszem magamhoz azt a dolgot, amivel rendkívül lehet gyógyítani, ez... Hát, ha kurvára hasznos, akkor köszönjük. Na, és most egy érdekesség egyébként, hogyha én most fogom magamat is váltok, a kettő között, normál esetben ugye nem viszik magukkal egymást, főleg, hogyha ilyen távol vannak, főleg, hogyha nincsenek összekötve. Itt viszont igen. Itt viszont igen. Jó, tehát ez egy tök pozitív dolog a játékban, hogy erre is figyeltek, hogy két túlsó végén vannak ugye az egésznek, akkor is basszus, itt együtt fognak mozogni, jó? Rebekával még gyorsan fölveszem azt a magnum lőszert, ami ott van, és előre is szeretnék elnézést kérni mindenkitől, ez... Nem tudom, mennyi ideig fog tartani, jó? Nem tudom, mennyi ideig fog tartani. Hamarosan ki fog derülni, na menjünk be akkor Billyhez, vagy Billyvel. 28 magnum lőszer, nem rossz az szerintem. Something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Na, itt pedig akkor Billyvel együtt elhúzunk a francba, jó? Gyere, Billy, köszönjük, Billy. Azaz, mind a kettő jön ide szépen, azaz. Oké, majd én megnézem, jó. Most, ja, pöcsölhetnék igazából egy darabig, de vagy megcsinálom ezt, hogy... Futunk. Tehát az van a lényege igazából, hogy Billyt azt elhajtom a francba, mint a magzat vizet, és csak velem foglalkozzon ez a pénisz, jó? Oké, magnumot többet nem használok, mostantól kezdve kizárólag pisztolyt, jó? Tehát ez volna a lényege neki, hogy adjak még magamnak. Gyerünk! Azaz, gyere te pöcs!
Na. Meg lehet csinálni egyébként simán pisztollyal is, hogyha nagyon szeretnétek, csak nagyon sokáig tart, hogy is nagyjából ilyen 100-110 darab pisztolylőszer kell neki, jó? Gyere te pöcs! Azaz, gyerünk! Szeretném, hogyha nagyon-nagyon rám lenne izgulva, és nem Billyre, jó? Azaz. Gyerünk. Jó, tehát Billyt azt most elküldtem igazából kukutyimba zabot hegyezni, még véletlenül se zavarjon bele semmibe az égvilágon. Azaz, gyere csak te pénisz. Vagy a békén. Azaz. Sajnálatos módon egyetlen egy lövés lehet belelőni ebbe ezen a szép hosszú folyosón, és közben meg rohadtul gyors, szóval annyira nem fasz a dolog, de mindegy. És érdemes egyébként odaállni a platform mögé egy kicsit, hogy ne tudjon egy ilyen gyors támadással elkapni titeket, jó? Tehát mindjárt mutatom, hogyha ide futok, akkor nem itt állok meg, hanem itt állok meg, jó? Ide cibálta magát a rohadék, akkor utána lövök rá. És akkor a csápos támadása az továbbra is működik egyébként sajnálatos módon, tehát hogyha közel engedem, akkor továbbra sem vagyok sokkal beljebb a dolgokkal. Viszont, amíg nincs a közelemben, addig fasza... Futás! Tehát, hogy amíg nincs a közelemben, addig jó, és van neki egy ilyen nagyon messziről nekifutós támadás, azt nem tudja alkalmazni ellenem, mert ugye beleakad a platformba, szóval ez így teljesen fasza. Gyere! Utás. Ez el fog tartani egy darabig egyébként, sokkal tovább tartana, hogyha csak pisztolylőszert használnék. Egyébként a taktika ugyanaz, nyugodtan lehet azt is használni egyébként, annál több magnum marad a végére. Én azt mondom nektek, hogy nyugodtan jó. Tehát ez tényleg erről szól, hogy oda-vissza futkosunk igazából körbe. Semmi más, jó? Tehát annyi, hogy mindenképpen vonjátok magatokra a figyelmét, jó? Tehát mind a két részen, mind a két hosszú folyosón. Itt is, meg ott is. Megdöglött? Úgy tűnik. Nem! Csak megcsápozódott rohadt életbe. Hol vagy te pénisz? Ó, bazd meg, fordítva van. Most ez meg mit csinál? Hol a francba van? Ugye most nem Billy csapkodja? Bazd meg, Billy! Egy dolgod volt. Gyere te rohadék, azaz. Bazd meg, ezt így nem szeretem, fordítva kéne, hogy legyünk. Gyerünk. Ez így nem jó, ez így nagyon nem jó. Nagyon-nagyon-nagyon nem jó, bakke. Most elfutunk mellette. Mondom én, gyerünk. Oké. Így már jobb. Oké, így már faszább az egész, köszönöm. Gyere. Gyere, utánam te pénisz, jó? Megvan, na végre visszatértünk szépen a normális kerékvágásba, oké? Nyugi, Billy nem zavar többet minket, hidd el nekem, jó? Semmi probléma nincs. Minden szép, minden jó. Boldogság van, gyere velem. Azaz. Koncentráljál rám. Hagyjad Vilmost, jó? Hagyjad Vilmost, azaz. Hülye Billy, bazd meg, meg itt belemászik a kellős közepébe a balhénak. Azaz, gyerünk. Azaz, oké, még továbbra is mögöttem van. Tudom, ez a legizgalmasabb boss csata, amit láthatok tőlem valaha ever, ugye? Hoppá, közel van! Íba meg! Mondom én, hogy közel van! Na, hogy azon gondolkodtam, hogy Rebek az mikor lett Cautionben? Bazd meg már, Billy! Remélem, bazd meg, hogy bántod. Nem. És de! Hol a toszba vagy már? Pénisz. Rám koncentrálnál már, légy szíves? Hogy áll, Billy? Szarul, nagyon szarul. Kurva
Kurva Billy, bazd meg! Kurva Billy! Gondolom azért őt váltja, mert ő van közel, ugye? Gondoltam. Na végre! Hát, ezt nem így terveztem. Mindegy, igazából egy élettöltő még maradt. Lesz majd még rengeteg. Jók vagyunk. Helyem is van, vagy csak azt hiszem? Nézzük csak. Pisztolyra soha többé nem lesz szükségem, szóval ezt itt is hagyjuk. Ezt is itt hagyjuk. Oké, magnumot újra töltjük. Természetesen magnumunk van. Akkor most Rebekával fölvesszük a mennyodibili. Rebekával fölvesszük az egyik kulcsot. Kettő kulcs van nála, igazából kettő kulcsa nyílik ez a következő ajtó. Szóval akkor most ezt is fölvettük, meg akkor Billyvel fölvesszük a másikat szépen. Jó, tehát a pisztolylőszer az erre nagyon jó, erre a bossra egyébként. Úgyis csak tényleg ilyen körbe-körbe futkosás, hogyha nem szeretnétek, hogy elkapjon titeket. Kibaszott Billy hal, hát utálom az AI-t, utálom. De AI-t azt még annak se nevezném, bakker, tehát az ilyen AI-ka. Még valamikor. Na mindegy, szóval tényleg annyira idiótára csinálták meg, hogy az valami fájdalmas, na mindegy. Tehát ez az egyetlen egy dolga van igazából, hogyha én nem foglalkozok vele, ő megállott a sarokban, úgyhogy ne is lássam. Mit csinál, gondolom, kitolta a pofáját, azt megnézte, hogy ha nem, már itt nem van egy ilyen bazi nagy légy szörny. Édes faszom. Ja, nem a legokosabbak, maradjunk annyiban, jó? Maradjunk annyiban. Szezám, tárulj! Na, itt pedig terű-terű asztalkámmal, jó? Tehát a pisztolylőszer nem érdekel, viszont a gyógynövények azok határozottan, ebből még gyúrunk magunknak valamit, jó? Tehát erre szükségem lesz mindenképpen. Gyerünk! Vagy legalábbis valószínű, hogy szükségem lesz, jó? Tehát minél több, annál jobb. Nézzük, csak azt mondja, hogy gaz. Meg is van, köszönöm. Billynél van ugye a gránátvető, az tökéletesen jó. Szerintem neki át is passzolom szépen ezeket a gránátokat, amik vannak, oké? Okay? Rebecca az átveszi szépen a shotgunt első körben. Úgyni, Billynek passzolunk egy élettöltőt, ez egy hasznos tulajdonsága, és akkor azt mondja, hogy az van, jó. És akkor Billyvel veszünk még föl némi ilyen lőszert, meg olyan lőszert. Ezt Billyvel, ja, ezt meg már Rebekával, mert nála van ugye a shotgun. Nem, akkor átpasszolom neki. Jó. Ja, szóval akkor exchange. Tessék, parancsolja el, Rebi, ez mind a tiéd, mind a 11, oké. Okay. És akkor Billyvel pedig fölveszünk még egy élettöltőt. Billynek nagyobb szüksége lesz rá sajnálatos módon, úgyhogy akkor meg is vagyunk. Hülye vagyok, hát annyi van, mint égen a csillag, tudod mit? Tessék, Rebi föl van tolva szépen fájnra, utolsó életöltőt is elveszem, és akkor semmi nem veszik kárba, ugye természetesen, meg is van, köszönöm szépen. Akkor most pedig itt futás, ugye, ott fogok tudni tovább menni. Egyelőre még itt idejövök, és itt ki tudok itt dobni dolgokat, vagy sem? Nem, oda nem tudom, mindegy. Liftre nem tudom, akkor itt a folyosón, jó, tehát akkor itt szépen kihajítom. Most jön igazából a végjáték, jó? Nem végjáték, végjáték. Szóval, még mielőtt az égvilágon bármi történne, mielőtt bármi történne, fogom magam is szépen mentek egyet. Na és ez az a pont, ahonnan már nincsen visszatérés, szóval úgy is fogjuk kezelni, köszönjük szépen, ez kuka, ez így van. Nézzük csak, Billytől lenyúlunk, nem nyúlunk le élettöltőt, mert elvileg így jók leszünk. Ja, az a helyzet, hogy nekem akkor most kelleni fog ugye a shotgun, mind a 18 darab lőszerével, amit meglátjuk, hogy mennyit kell ebből elhasználnom. Billy pedig jön velünk, szépen fölveszem még ezt az egy darab sprayt, véletlenül se hagyjátok itt, jó, rohadtul ne hagyjátok itt, mindig jól jön. És akkor megyünk lefelé szépen. Már nem sok van vissza be egy szó, jó, higgyétek el. It's the Queen!
Na és akkor igazából ketten megyünk kétfelé. Szerencsére Rebekára van rá izgulva, szóval most akkor... Ja, gyere te pénisz. Gyere te pénisz. Gyerünk. Az nem volt mázlim. Gyerünk. Rám figyeljél, te rohadék. Jó, tudod mit? Kapsz egy kis magnumot, oké? Mert azt szereted. Gyerünk. Kapja egyáltalán a csomagot, vagy nem? Menjél már innen, Billy! Pont, hogy nem akarok veled barátkozni. Húzz innen. Hess a picsába. Bazd meg. Hülye éjjáj. Utálom. Ez is itt van! Gyorsan. Ja. Billy, te menjél föl. Én is jövök, jó? Oké? Okay. Bazd ki már. Menjél innen. Minél messzebb. Jó, ne is lássalak, édesanyám már. Jó. Egyet mégis csak kérek, semmi gond. Nem volt mázdim, elkapott. Gyerünk. El akarom használni a shotgun lőszereket. Igazából ezen a ponton csak egy bizonyos mennyiséget kell rálőni, és akkor boldog leszek. Jó, tehát jön a következő fázisa neki. Gyerünk. A francba csak elért, rohadt életbe, hogy állunk. Mind a ketten sárga kósen, az még menedzselhető. Na végre. Ez az a pont, amikor már nagyon-nagyon kezdte le lenni a tökünk igazából. A lényeg az, hogy Rebecca igazából magától csinálja az egészet. Négy darab hely van, ahol ki kell neki nyitnia itt a tekerentyűvel a plafont. Szóval, ja, figyelni kell igazából arra, hogy őt ne bántsák, oké? Ennyi a lényege, szóval most akkor kicsit variálunk magunkon. Először is Billynél lesz tökéletesen jó, ezt átveszem. Ha nem fogom elcseszni, akkor ez így teljes mértékben fasza lesz. Azt mondja, hogy nem, Rebekával gyorsan be töltjük a magnumot, aztán nézzük csak, azt mondja, hogy exchange, átadjuk Billynek. Tudjátok mit? Rebekával szépen fölgyújtjuk magunkat, és nem csesszük el. Oké, mit szóltok hozzá? Szerintem ez egy tökéletesen jó mutatvány így. Szóval, van nálunk magnum, meg háromféle gránát, ez így tökéletesen jó kell, hogy legyen. Szóval akkor fussunk neki szépen. Gyerünk. Így szépen eljövök, és akkor 1, 2, 3, 4, 5. Szeres. Elkapott, nem baj. Semmi gond az égvilágon, jó? A lényeg az, hogy rám figyeljen, ne Rebekára. Ennyi a lényege neki. Ennyi, oké, egy tekerentyű megvan. Úgy, gyere le, ezeket most nem kapcsolom el. Ilyenkor pedig nagyon-nagyon rám kellene, hogy figyeljen. Gyere te pénisz. Gyere felém, azaz, gyerünk. Gyerünk, gyere felém, jó? Fordult? Rám figyelj, te rohadék. Rüszmeteg. Felén fordulj, jó? Gyere, figyelj rám. Az a lényeg, hogyha elég sok pofont kap, akkor mi leszünk neki érdekesek és felénk jön, oké? Azaz, oké. Alakulunk, gyere. Jó,
Fele megvan. Rám figyelj, rám figyelj. Nem oda nézel, nem oda nézel. Rám figyelsz, jó? Fókuszálj. Gyerünk, te rohadék. Gyere. Figyelj rám, jó? Azaz, ide néz, ide néz. Azaz, jók vagyunk, arra a téletbe. Hogy állok? Fine, királyság, oké? Okay. Figyelj, egyél! Bázd meg! Ez most nem fine, ez most nem fine, oké? Okay. Húzzunk innen, gyerünk, gyorsan, hogy állok? Még mindig fine, oké, okay, csak fölborított. Ez figyeld! Ham, haha, kicsi köcsög. Na most akkor... Gyerünk. Az a lényeg igazából tényleg, hogy eltereljük a figyelmét Rebekáról, jó? Hát ránk figyeljen a szemétláda. Azaz, ez is megvan. Eddig jók vagyunk, oké. Okay. Oké, okay, gyerünk. És akkor most már igazából csak egy helyben kéne tartani. Nagyjából egy helyben. Azaz, gyerünk. És akkor még a maradék magnummal még kicsit megkínálom. Rám figyelj, rám figyelj. Azaz, azaz, csócsáj. Figyeljél rám, jó? Gyere, te rohadék. Ezt szeretted, ugye? Oké. Okay. Most már nincsen sok vissza, hál' Istennek. Rám figyelj, jó? Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Fókuszálj felém, okés? Fókuszálj felém, jó? Nem Rebire? Rám. Ide. És... Boldogság van. Mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Na kérem szépen, ez volt a Resident Evil Zero HD Remaster Hard Mode-ban, jó?
Nem nagyon szoktam hard módot csinálni, úgyhogy remélem, hogy értékeltétek, és remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy tudtam nektek segíteni egy pár dologban. Remélem, hogy a segítségem egy kicsit könnyebben fogjátok végigtolni ezt. Sokatoktól hallom, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, irányítás, item management, igazából gondolom, hogy ez segítséget fog nektek nyújtani. Vagy csak remélem, mozítatok egy, nem is tudom, 5 órát körülbelül, 6-ot, nem tudom, hogy mennyi idő alatt sikerült végül fölrántani, nem figyeltem az órát, de lényeg a lényeg, hogy ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Dobjatok egy kommentet mindenképpen, én azt nagyon-nagyon szeretem, hogyha tényleg kommunikálunk egymással, csak nézzétek vissza az előző videókat, illetve hogyha eddig nem tettétek meg, harmadotok nem tette meg, az iratkozzon föl, jó? Tehát, hogyha feliratkoztok, megnyomjátok a kis értesítést, akkor minden alkalommal, amikor valami új videó föl fog kerülni, akkor kaptok értesítést róla. Jó? Jó, köszönöm szépen, ez egy kurva nagy vállalkozás volt részemről, nem nagyon fogok mostanság ilyet csinálni, de mindegy, működött, szóval tényleg köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Mindenképpen gyertek a következő alkalommal is. Legyen szép estétek! Sziasztok!